Karnyújtásnyira került a második ligába való feljutáshoz az FK csigszered a labdarúgó csapata a román bajnokság harmadik ligájának ötös csoportjában. Ennek hátterében azzal, hogy a szakszövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében Lénárt falva csapata 3-0 arányban elveszítette a 20. fordulóban rendezett székelyűdvarhelyi FC elleni mérkőzést, mivel egyik labdarúgójának nem volt játékjoga. A zöld asztal melletti győzelem mindkét Hargita megyei csapatnak kedvez, mivel így a nagybányai Mineur elleni mérkőzés előtt az FK Csíkszeredának 5 pontra nőtt az előnye a táblázat élén, míg a kiesés szélén álló székelyudvarhelyi gárda fontos pontokhoz jutott és felkapaszkodott a 11. helyre.